Fotókkal gazdagon illusztrált, általános és aktuális információkat nyújtó hirdetőfelületek, rollapok segítségével tájékozódhatnak a Paks 2 beruházásról a térség lakói. A mini tárlatok egy időben 5 településen állomásoznak 2 héten át, majd újabb települések polgármesteri hivatalaiba, közintézményeibe kerülnek, s novemberig végigjárják a Paksi Társadalmi Tanács 47 települését, illetve információt visznek a Tamási kistérség 20 településére. A Paksi atomerőmű az a térségünk motorja, a Paks 2 az pedig a jövőnek az áloga. Én úgy gondolom, hogy a térség és az atomenergia kapcsolata az hosszú évtizedeken nagyon jó és nagyon szoros. Mi arra törekszünk, hogy ez a kapcsolat ez a jövőben is megmaradjon, de hogy azért, hogy a kapcsolat jó legyen, ezért tenni is kell. A beruházást övező érdeklődés kielégítése érdekében bevezetett új eszközök közül Mittler István kiemelte a 2019 tavaszán debütált információs sátrat, a néhány hónappal később kiadott Mi újság Paks 2 című tájékoztató plakátot, amelyet közel 70 településre juttatott el a Paks 2 ZRT. Hozzátette, novembertől egy egyedi tervezésű stand is szélesíti a palettát, most pedig egy újabb, ezúttal rollapokat alkalmazó mini kiállítás válik elérhetővé a beruházás helyszínének környezetében élők számára. A tálat, mint a kommunikációs igazgató vázolta, az általános információk mellett a projekt egy-egy fontos elemét is bemutatja, valamint megismerhetők az új blokkok látványtervei is. Elsőként Solton, Felsőnyéken, Regőjben, Kajdacson és Bátyán állították ki a fotókkal gazdagon illusztrált információs anyagot. Jelenleg Gerjenben, Irek-Szemcsén, Simontornyán, Hajóson és Gédellakon tekinthető meg a Paks 2 projektet bemutató kiállítás.